Skizofrénia. Ha ezt a szót hallod, valószínűleg neked is a filmekből ismert, tudathasadásos, több személyiségű őrültek jutnak az eszedbe, akik egyszer például gyereknek, pár perc múlva pedig Julius Caesarnak gondolják magukat, vagy bármi másnak. Nos, ezek a téveszmék sajnos leginkább a különböző hollywoodi filmeknek köszönhetők, amik előszeretettel állítanak fel hamis képet erről a sok esetben igencsak súlyos mentális betegségről, továbbá annak is, hogy sokszor más pszichiátriai és szervi megbetegedéssel is összefügghetnek. Ebből a videóból a világ azon legismertebb festőit, színészeit és zenészeit ismerheted meg, akik a skizofrénia súlyosabb vagy kevésbé súlyosabb formáival küzdenek, küzdöttek, vagy akár sikeresen le is győzték azt. Ám még mielőtt belevágnánk, fontosnak tartom eloszlatni azokat a téveszméket, amik e mentális betegségről kialakultak. A skizofrénia egyáltalán nem azonos a hasadt vagy többes személyiséggel. A többes személyiség zavar egy teljesen más, sokkal ritkább betegség, amelynek a neve diszociatív személyiség zavar. A legtöbb skizofrén beteg egyáltalán nem agresszív, sőt leginkább visszahúzódók és nem keresik mások társaságát. Nem minden paranoiás viselkedésű vagy bizalmatlan ember skizofrén. Vannak olyan betegek, akik paranoiásan viselkednek, például hajlamosak gyanakodni, bizalmatlankodni másokkal anélkül, hogy bármi egyéb jelét mutatnák a skizofréniának. Nem mindenki skizofrén, aki hangokat hall. Egyes depressziós betegek is hallatnak hangokat, akár gyógyszerek mellékhatásaiként is. Nos, most, hogy eloszlattunk pár tévhitet, ismerjétek meg azokat a hírességeket, akik ezzel a mentális betegséggel vagy a betegség fajtájával küzdöttek, küzdenek. Richard Dead. A viktoriánus angol művész Richard Dead a keleti ihletettségű és természetfeletti jelenetek rendkívül részletgazdag ábrázolásával vált híressé. Az első feljegyzett pszichotikus rohama 1842. decemberében egy csónakban tört rá a Níluson, amely során vadul dobálta magát és azt vizionálta, hogy az elméjét elrabolta az ősi egyiptomi isten Osiris. Miután a következő évben hazatért Angliába, egyre inkább elhatalmasodott rajta az a gondolat, hogy az édesapja az ördög áruhában, ezért leszúrta őt egy késsel, majd tette elől Franciaországba menekült. Odautazása során megpróbált megölni még egy turistát is egy borotva pengével, de szerencsére a rendőrség közbe lépett és letartóztatták. Miután bevallotta, hogy megölte apját, visszavitték Angliába, ahol beutalták a hírhet Bethlenbe, egy pszichiátriai intézetbe, ahol végül a leghíresebb műveit alkotta. Úgy vélik, Dead paranoid skizofréniában szenvedett. Vincent van Gogh. E festő nevét annak sem kell bemutatni, akik kevésbé járatosak a művészetek világában, hiszen alkotásaival és nevével sűrűn találkozhatunk a hétköznapi életben is. Az ő betegségét illetően csupán a róla fennmaradt történetekből, elbeszélésekből következtethetünk. Az egyik ilyen történetről talán már te is hallottál. Egy alkalommal Van Gogh és festő barátja Paul Gauguin közt, aki egyébként maga is súlyos depressziós rómokkal küszködött, éles vita alakult ki, amelynek során Van Gogh állítólag egy hangot hallott, amely azt mondta neki: "Öld meg! Öld meg!" Gauguinnek szerencséje volt, mert Van Gogh ahelyett, hogy őt ölte volna meg, saját fülét vágta le egy késsel. Bár a füllevágásnak többféle verziója kering a neten, valójában sosem tudjuk meg, hogy mi az igazság ezzel kapcsolatban. Egyes pszichiáterek depresszióval vagy bipoláris zavarral magyarázzák viselkedését. Veronica Lake. A gyönyörű színésznő a 40-es évek elején férfiak millióinak csavarta el a fejét a mozivásznakon olyan filmeken keresztül, mint a Kék Dália, a Sullivan utazásai vagy a Hold Back the Dawn, de mint később kiderült, igazi hullócsillag volt. Mindössze 10 éves volt, amikor elveszítette édesapját, aki egy olajszállító hajó robbanásakor hunyt el. Veronikát ezután diagnosztizálták skizofréniával, amely vélhetően édesapja elvesztése miatt alakult ki nála, bár erről megoszlanak a vélemények.
Édesanyja és nevelőapja úgy gondolták, hogy a színészet majd segít neki kordában tartani a betegségét, Hollywoodban azonban nem csak szerepeiről, de kifejezetten nehéz természetéről is ismerté vált. Egy 1944-es magazin időzített bombaként emlegette a színésznőt. 1948-ban a Paramount nem tűrte tovább a szeszélyeit, és kirúgta a színésznőt, aki ezután az alkoholba menekült. A 60-as évek végétől erősen megromlott az egészsége, skizofréniája miatt paranoia gyötörte és hepatitiszes lett. Utolsó heteiben kórházban ápolták, míg végül 50 éves korában hunyt el vese elégtelenségben úgy, hogy 3 gyermeke sem látogatta meg. Jim Gordon. Gordon a 60-as, 70-es években az egyik legnépszerűbb stúdiódobos volt, aki számos nagyszerű zenész, például John Lennon, Frank Zappa és Jackson Brown lemezén is közreműködött, de még egy Grammy-díjat is nyert Eric Claptonnal közös szerzeményükért, a Laila című dalért. Hogy pontosan mikor is állapították meg skizofréniáját, azt nem tudni, az azonban bizonyos, hogy a 70-es évek elején egy Joe Cockerrel való turné során megverte és megsebesítette akkori barátnőjét, Rita Coolidge-ot a szálloda folyosóján. Gordon ekkor már hangokat hallott, beleértve az anyjáét is, akinek képzelt hangja arra kényszerítette őt, hogy éheztesse magát és megakadályozta abban, hogy aludjon vagy képes legyen dobolni. Az orvosok téves diagnózist állapítottak meg nála, és alkohol problémái miatt kezdték el kezelni. 1983. június 3-án azonban minden megváltozott, amikor egy kalapáccsal megtámadta 72 éves édesanyját, majd egy hentes késsel megölte. Elfogásakor azt állította, hogy egy hang kényszerítette erre a brutális tetre. Betegségét ekkor diagnosztizálták megfelelően, de a tárgyaláson ezt nem fogadták el védekezésként, így Gordon 1984. július 10-én 16 év börtönbüntetésre ítéltetett. Többször próbálkozott meg a feltételes szabadlábra helyezéssel, de kérvényét rendszeresen elutasították arra hivatkozva, hogy még mindig súlyosan beszámíthatatlan állapotban van. Gordon jelenleg Kaliforniában egy pszichiátriai börtönben él. Peter Green. Green a Fleetwood Mac zenekar egyik alapító tagja volt, és rockgitáros a mai napig. Bár az ő betegségéről és annak tüneteiről meglehetősen keveset tudni, az bizonyos, hogy a 70-es években sok időt töltött különböző pszichiátriai intézetekben, ahol elektrosok terápiával kezelték, időközben pedig rászokott a különböző kábítószerekre, például az LSD-re. Állapota szerencsére javulni kezdett, miután bekerült egy mentális betegségekkel foglalkozó kórházba. A zenész jelenleg is aktívan tevékenykedik. Lionel Eldridge. Eldridge a 60-as években csodás karrier futott be futballistaként, az NBC számára pedig elemzőként is dolgozott és még a hírességek csarnokába is bekerült. 30 éves korában azonban egyre paranoiásabbá vált és hallucinációi voltak, végül skizofréniával diagnosztizálták. Betegsége miatt annyira elhagyta magát, hogy végül még a házát is elveszítette, így egy ideig hajléktalanként élt. A kontrollt végül gyógyszerek segítségével nyerte vissza betegsége felett, amelyet az 1998-ban bekövetkezett halála előtti pár évben nyíltan vállalt is. A világnak azt üzente: az ember képes felállni és felépülni a mentális betegségekből. Ifjabb John Nash. A tudós neve ismerősen csenghet azok számára, akik látták az Egy csodálatos elme című életrajzi filmet, hiszen az alkotás az ő életét dolgozza fel. 30 éves koráig Nash-t a világ egyik legnagyszerűbb matematikusaként tartották számon, ezután azonban téveszmék és a skizofrénia tünetei jelentkeztek nála. Betegségére 1959-ben derült fény, amikor egy előadása olyannyira zavaros és érthetetlen volt, hogy kollégáinak és a közönségnek azonnal feltűnt, hogy valami nincs rendben. Az ezt követő 20 év leginkább a betegségéről és kórházi kezeléseiről szólt. Tévképzetei közül az egyik az volt, hogy mindenki, aki vörös nyakkendőt visel, a kommunista összeesküvés részét képezi.
Hosszú idő után, amikor tünetei végül enyhültek, visszamehetett dolgozni a Princeton Egyetemre, majd 1994-ben Nobel-díjat is nyert. Nash és felesége végül egy tragikus autóbalesetben halt meg 2015-ben. Edvard Munch. Ki ne ismerné a Sikoly című világhírű festményt, amelynek alkotójáról csak kevesen tudják, hogy 40 éves kora után egyfajta őrület, szorongás kezdett úrrá lenni rajta. Sokszor érezte úgy, hogy kerülgeti a halál, rémálmok és hátborzongató látomások gyötörték, amelyek nagy valószínűséggel jelentősen kihatottak művészeti stílusára, hangulatára. A hallucinációk és a szorongása miatt végül erősen inni kezdett, majd tünetei addig fokozódtak, amíg végül 1908-ban idegösszeroppanást kapott. Ekkor bevonult egy pszichiátriai klinikára, ahol 8 hónap leforgása alatt teljesen leszokott az alkoholról, és állapota is jelentősen javult. Ezután 1944-ben bekövetkezett haláláig, azaz több mint 36 évig alkotott még. Végül 80 évesen halt meg, Hörkurutban. Természetesen nem csak ők, de még sok más híres ember is küzdött hasonló betegséggel, mint például Louis Vane, angol festő, Nicolas de Staël, francia-orosz festő, Mark Rothko, orosz zsidó származású festő, Georgia O'Keeffe, amerikai művésznő, Francisco Goya, spanyol festő és grafikus, de még Michelangelo is. Nos, amint látod, a művészvilágban elég sok ilyen eset fordul elő, viszont az ő történetük megismerésével kicsit jobban átláthatod ezt a szörnyű betegséget, amely teljes életeket és karriereket, barátságokat, házasságokat képes tönkretenni. Viszont azt se felejtsd el, hogy az ilyen embereket sem szabad leírni, hiszen megfelelő kezelésekkel állapotuk kordában tartható. Ne felejtsd visszanézni a régebbi videóimat is a csatornán, illetve feliratkozni, hogy ne maradj le a soron következő videókról sem. Ez esetben feltétlenül nyomd meg a csengőt a feliratkozás gomb mellett, hogy mindenképpen kapj értesítést egy-egy újabb feltöltésemről. Én Csabinyó voltam, köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!